Topos pályázatnak köszönhetően Karcagon is több olyan program fejlesztés zajlott, amely a szegregátumban élők életét könnyítették meg. A családsegítő környezetvédelmi projektek egyfajta folytatása az, ami a Nyár utcában történik. Nem ért véget ez a pályázat, már abból a szempontból nem, hogy folytatjuk tovább, hiszen egy top pluszos pályázatnak köszönhetően lehetősége nyílt az önkormányzatnak a meglévő fejlesztéseket tovább folytatni. Így itt a déli szegregátumban egy olyan útfelújítás kezdődött, amely azt gondolom, hogy nagyon sok itt élő kérése volt, hiszen a Nyár utcát tudjuk befejezni egy aszfaltúttal, amely összeköti majd a Széchenyi sugárutat a Gyarmati úttal, tehát egy olyan további közlekedési lehetőséget, egy élhető település részt fog biztosítani, amely sok itt élőnek a kérése volt. Ezzel együtt egy más utcarészt is be tudunk fejezni, hiszen az Arany János utca, mint tudjuk, a Vasút utcáig aszfaltozott. Ezt az utat, tehát magát az Arany János utcát tudjuk egészen a végéig befejezni, és így gyakorlatilag összekötni a Nyár úttal. És volt még egy nagyon fontos kérése az itt élőknek, hiszen nagyon sokan a város közepére járnak iskolába, a Szent Pál Marista iskolába, a Györfi István Katolikus Általános Iskolába. Ezért egy olyan buszfordulót alakítunk ki itt a Széchenyi Sugárút végén, amely lehetőséget fog biztosítani egy buszmegálló megépítésével arra, hogy az a járatos busz, amely a gyerekeket viszi az iskolába, illetve hozza az iskolából, az el tudjon idáig jönni, meg tudjon biztonságosan fordulni. Az önkormányzat a továbbiakban is azt a gyakorlatot követi, hogy elsőbséget élveznek a sokak által használt gyűjtőutak a felújítások során. Ezeket követően kezdődik a kisebb forgalmú utcák kátyúzása, aszfaltozása. Gyakorlatilag itt az útalap már korábbi években elkészült, és most ugye ennek alapján kerül rá egy nagyon szép, hasznos és tartalmasan kialakított útszakasszal az aszfaltozás patkával együtt. Hát természetesen az itt lakó közösség nagyon várta már régóta, és nagyon örül neki, hogy ez megvalósításra kerül a pályázat eredményeként, és ezennel gyakorlatilag egy teljesen felújított, nagyon jó közlekedésre alkalmas útvonalak alakultak ki a körzetbe, gondolok a Széchenyi Sugárút teljes szakaszára itt a területen, és ahogy elhangzott a korábbiakban is, az Arany János utcának is a még útalappal nem rendelkező szakasza is aszfaltozásra, illetve útalapépítéssel kerül az elkövetkezendő rövid időszakban. Természetesen, hogy az itt lakók, mint ahogy említettem is, hogy ne örülnének neki. Először is önkormányzati beruházás pályázat útján, másrészt pedig nagyon sokan az itt lakók közül már gépkocsival rendelkeznek, kerékpárral, gépkocsival közlekednek. Ma már alig van gyalogos közlekedő. Főként ugye ezen a területen, főútvonalon viszik a gyermekeket bölcsődébe, óvodába, iskolába, tehát fontos a létjogosultsága a jó útnak, mert mint ahogy korábban is mondtam, kátyús utakon senki sem szeret közlekedni, és bizakodom benne, hogy a közlekedési szabályokat is jobban be fogják tartani, mert sokan közlekednek, és ennek mindenki örül, hogyha ez így megújultan. A Nyár utca ugyan a 8-as számú egyéni választókerületet szeli át, de a felújítás hatása egy körzettel arrébb is érezteti majd jótékony hatását. Mind a kettő körzet rendkívül boldog lesz ettől a beruházástól, hiszen még számunkra is szinte hihetetlen, hogy ez végre megvalósulhat, hiszen úgy tudom, itt emlékezetem szerint aszfaltozott út még sose volt. Ez is egy óriási léptékű fejlesztés, hiszen
kétszer 75 centis nemesített patka lesz a szélén, 4 méter széles aszfalt út, amin kényelmesen el lehet férni. Jó, száguldozni nem kell rajta, mert egy kicsit félre kell állni, mikor jön szembe a másik, de el lehet rajta férni, és tisztességesen, biztonságosan lehet rajta közlekedni. Nem csak aszfalt burkolatot kap a Nyár utca. A Széchenyi Sugárút felüli végén autóbusz megállót és buszfordulót is kialakítanak annak érdekében, hogy a belvárosba busszal járó kisiskolások biztonsággal tudjanak közlekedni.